Lackó csavarja be, Rudolf átszállt, Majsztorovics feje fölött, illetve Vent feje fölött, kezezés, és 11-es oda játék vezető. Egy kicsit kivár, de hát nem lehet kétszer nem megadni azt, ami ott van. Hát ott van, hát bele is ütött ráadásul. Kicsit még rendezkedik a játékvezető, Hajnal fut neki a labdának, és a felső kapufát találja el. Hát miért nincs már egy kis szerencsénk, a fene egye meg. Föllőtt labda, és Majsztorovics könnyen gyűjti be, viszont rosszul passzol, na ez egy lehetőség. Rudolf két emberrel szemben, Rudolf megtolja a Szabicsnak, Szabics, gól, gól, 44. perc, de szép játék volt, és Isakson nem ért ki a kapujából, Szabics meg átfociszta fölötte, csak vezet Magyarország, és most nem az ellenfélő gólt a félidő végén, hanem mi lövünk gólt a félidő végén, Szabics a gólszerző, remek foci volt. Most ők hibáztak, és kihasználtuk a hibájukat. Vezet Magyarország Szabics Imre góljával. Labdát szerzünk, nagyon szellős a védelem, és laposan beteszi Szabics elé. Hát ezt tudjuk, így tudjuk őket megverni, és persze, hogy Isakson elkésik. Rudolf óriási zsugát ad, és Szabics átpöcizi fölötte. Remek foci, vezetünk, 1-0. Ezt még nagyon sokszor szeretnénk megnézni. Vegyen, vezet a magyar válogatott 1-0 arányban. Innen is, de jó. 1-0 Magyarország javára. Isakson lemaradt. Wilhelmssonnak adott gólpasszt. Ki tudta vinni három ember között a labdát, és innentől ez a pozícióba került. Itt Pintér nem tudott közbeavatkozni, és sajnos így üres maradt a kapuhoz vezető út. Itt ezt a pozíciót talán jobban fel kellett volna, jobban be kellett volna kiállni. Nem tudott vele mit kezdeni. Sem játszanak hibátlanul, és ők is fáradtak. Varga lövi meg a labdát, és ez így jól egy Stibernek. Stiber vagyok kiérje. Isakson üres a kapu. Vladimir üres a kapu fölé. Ezt kellett tennie Koman Vladimirnak. Rudolf üresen. Rudolf, Priskin mehet, nincs Les Majsztorovics, bemarad, csak ki van bent. Priskin még a 16-oson belül. Priskin, belevi, gól, gól, 90. perc, most mi lőjük a végén. Rudolf, aki adott egy gólpassz Szabicsnak, és most ő kap egy zseniális passz Priskintől, és fekszenek a svédek a földön, és mi meg ünneplünk odakint. Rudolf 2-1, vezet Magyarország. Mekkora gól volt. Majsztorovics csak elkövette azt a hibát, ami benne volt végig. Rudolf Gergely! És hát sokan érdemelnének gólt ezen a meccsen. Rudolf is, aki elképesztő nagyot dolgozott, adott egy gólpasszt, és most kapott egy zseniális gólpasszt Priskintől. Mekkora gól! Priskin megforgatja őket, Vent megint benne van, de az már az ő baja. Majsztorovics is lemaradt, és középen mindenki Rudolftól indul, adja Priskinnek, és ő ér oda Rudolf, még volt ennyi ereje a 90. percben. Hát elképesztő, 2-1. És most meg aztán különösen nagyon gyűlöl ezt a 3 perc hosszabbítást. Emberek, valaki tekerje előre az órát.